Magyarország lovagvárai. Írta és helyenként költötte Mikszáth Kálmán. A várak királya. Ha Hunyadi János nem tett volna semmit, csak azt, hogy ő nevelte Mátyás királyt, már azért is híres lenne. Vagy ha nem csinált volna egyebet, mint hogy ő építette fel Vajdahunyadot, már abból is ráismernénk, hogy nagy embernek kellett lennie, aki koránál magasabban szárnyalt. De hát Hunyadi János csinált még egyebet is. Szent István királytól kezdve le egész Deák Ferencig, keresztül Kassul nyitogathatjuk, fürkészhetjük Lió fiókjait, még egy olyan nagy alakra találunk, mint Hunyadi János. Azaz, hogy nem találunk. Minden csodálatos, ami az ő keze nyomát viseli. Még ez a vár is, mely a Zalasd vize feletti sziklán kevéjen hirdeti a középkor fényét, művészetét és ízlését. Szinte megismerni, ki mit épített a kolosszális tündér szépségű várból. Ezek a karcsú tornyok, remekei a csúcsíves építészetnek, ezek a szép cirádás erkélyek, e klasszikus kidudorodások, ezek a Hunyadi Jánoséi. A rendetlen összegyömöszölt bástyák, erődök, szembosszantó melléképületek a Betlen Gábor menüpropiája, meg a többi tulajdonosoké. Mert sok kézen járt a vár. Mátyás király fiára Korvin Jánosra hagyta, ki itt tartá egyszerű udvarát, melyben Fráter György is apród volt. Korvin már ekkor mondogatta, felismervén a fiú nagy tehetségeit. Keserves lesz még ez a te buksi fejed Erdélynek, ha ideje korán le nem szelik. Korvin halálával nejé lett a vár, majd zálóképpen 12 000 forintban az enyingi törökökhöz jutott. Ezek kihaltával a fejedelemre Betlen Gáborra szállt. Egy betlen lány, Katalin révén, aki a kalandos Zólyomihoz ment férjhez, Zólyomiaké lett Vajdahunyad, kik apa és fiú fejedelemségre vágyván börtönből börtönbe vándoroltak, s nóták útján a vár kézről kézre járt. Apafi Mihály uram ő nagysága, holmi tartozások fejében, Tököli Imrének adta. De Zólyomi Miklós sem pihent, s a portánál örökké mozgatta a maga dolgait. Apafi uramra nem egyszer recsentek rá. Egy eredeti levél fenn is maradt. Atyám fia! Zólyomi a fényes portánál panaszkodott, hogy Hunyad vára Tökölinél van. Barátom uram, ez nem illet. A dicsőséges szultán parancsa, hogy Zólyominak minden vagyona visszaadassék. Ezt tehát megértsd. 1667. június 15-én, Kara Mustafa, Kajmakám. A jámbor természetű apafi, akivel ilyen hangon beszélgettek a szultán vezérei, ilyetten rohant Teleki nyakára a levéllel. Lássa, Teleki Mihály uram, mit cselekszik! És Teleki Mihály uram látta is, mert ő jól tudta azt, hogy Kara Mustafa levele csak annyit jelent. Küldjetek egy kis pénzt! Vitte is rögtön a levelet Tökölihez. Láthatja, kegyelmed, mit kell csinálni? Tököli is látta. Mindjárt összecsomagolt egy pár zacskó aranyat, s küldte Telekinek, Teleki pedig Mustafának, visszatartván maga számára is valamicskét. Így ismétlődött ez igen gyakran, míg végre Zólyomi halálával teljesen háborítlanul székelt Hunyadon Tököli. Fényes udvar tartván ott német őrséggel. Hogy miből állt az akkori fényes udvar, mutatja a hunyadvári lajstrom, amely szerint a várnak az őrségen kívül a következő személyzete volt. Egy várnagy, egy gazda, egy racionista, kulcsár, káplán és egy diák. Ezek valamennyien 1200 forintba kerültek évenként. Talán fölösleges mondani, hogy Tököli Imre is nótába jutott, s a vár apafié, majd az apafiak után a kincstáré lett. Minden gazdájánál sok viszontagságot állott ki, de megaláztatás csak ennél. A kincstár ugyanis 1852-ben a bezírkereket szállásolta el a hunyadiak büszke várában. A modern idők nem nagyon kedveznek a váraknak. Szerepük elmúlt, mert hasznuk elmúlt. A legerősebb sasfészkek is leomlottak. Idők foga, a háborúságok zivatara, emberek közönye, gondatlansága, királyok taktikája sok vár elpusztulását okozta.
Vajda Hunyad is sokszor járta már a végét, de hatalmas megalkotója olyan talizmánnal látta el, hogy minduntalan felújult. A nagy hunyadi művészetet hagyott lehelni a kövekbe. A kövek szilárdsága nem mentette volna meg Hunyadot, de a művészet lehe parancsolón hirdeti rajtok, nekem meg kell maradnom. Áll is romjaiból régi fényére, formájára visszahozva, talán éppen szakasztott olyan, mint újkorában. Alant a kis zalast patakcsörög rejtelmesen, fenn a szép tornyok, fülkés, bástyák, csalóka igézetbe fogják a vándort. Mohon tapad szeme a cikcakkos százféle ablakokra, hogy nem jelenik-e meg valamelyikében Hunyadi János sisakos fejével, vállára boruló hullámos hajával, vagy a szelíd arcú nagyasszony Szilágyi Erzsébet, előkiabálva valahonnan a gyerekeket. Laci, Matyi, hol vagytok?